Furcsa helyzetben van az Avatar Frontiers of Pandora, mert ha bár a világ egyik legsikeresebb filmes franchise alapján készül, valahogy még sincs olyan nagy felhajtás körülötte, mint amit egy ilyen gigantikus IP esetében megszoktunk. Persze ez nem annyira meglepő, hiszen egyrészt az idei ősz tele volt nagy címekkel, másrészt a Frontiers of Pandora megjelenését többször is elhalasztották, így végül nem tudta meglovagolni a mozikat megrengető, a vízútja körüli hatalmas hype-ot sem. És persze időközben a Ubisoft egyforma felépítésű, nyílt világú kalandjait sem fogadja már olyan nagy lelkesedéssel a közönség. De éppen ezért örültünk a lehetőségnek, hogy már a megjelenés előtt kipróbálhassuk a Frontiers of Pandorát. Kíváncsiak voltunk, milyen élmény lesz egy nagy költségvetésű játékban bejárni ezt a gyönyörű zöld világot, és hogy képesek lesznek-e a fejlesztők visszaadni azt az egzotikus hangulatot, amit az Avatar filmek árasztanak magukból. Lássuk is! Frontiers of Pandora története azzal kezdődik, hogy a planétát megszálló RDA vállalat elrabol néhány Navi gyermeket, hogy megtanítsák őket az emberi hadviselésre, majd beépítsék őket a helyi törzsekbe, hogy belülről szabotálják azokat. Azonban az ügynöknevelő program egy csatát követően félbeszakad, az RDA evakuálja a régiót, a hátramaradt Navi alanyokat pedig halálra ítélik, de szerencsére az egyik mentoruk inkább lefagyasztja őket. Mi az egyik ilyen kék őslakost irányítjuk, aki 15 év után ébred fel és próbál visszailleszkedni a saját fajtásai közé. Ez egy okosan kitalált alaphelyzet, mert egyrészt megmagyarázza, hogy miért tudunk Navi harcosunkkal emberi fegyvereket és eszközöket használni, másrészt így érthető, hogy Navi létünkre miért kell elmagyarázni nekünk, hogy a Pandorán mi micsoda, hogyan működnek a dolgok, és milyen helyi kultúrák alakultak ki. Hősünk egyébként beszél, a kinézetét pedig személyre lehet majd szabni, de erre még ebben a változatban nem volt lehetőség. A Frontiers of Pandora a filmekben még nem látott nyugati frontot mutatja be, ami három nagy régióra oszlik. A dzsungeles Kinglor Forestre, a szavannás Upper Plainsre és a szintén sűrű erdőkből álló Clouded Forestre. A próbaváltozatban ezek közül az elsőt, a Kinglor Forestet jártuk be, ahol az Arnahé klánnak gyűlt meg a baja az RDA környezetpusztító tevékenységével. Egy küldetéssorozat három misszióját teljesítettük kronológikus sorrendben, igaz kicsit hézagosan, mert időskorlás véget kivágták a köztük lévő tartalmak egy részét. Összesen egyébként 2 órán át nyomtuk a játék streamált változatát PC-n, de DualSense kontrollerrel. Ami a legszembetűnőbb az Avatar játékkal kapcsolatban, hogy Pandora tényleg olyan sűrűnek és hatalmasnak érződik benne, mint a filmekben, legalábbis audiovizuális értelemben. Azt nem mondanánk, hogy a játék a lehető legmagasabb grafikai szintet képviseli, ettől azért szebb vízhatásokat és életűbb textúrákat is láttunk már, a pályát viszont rendkívül sűrűn rendezték be. Buja ajnövényzet, hatalmas fák és furcsa idegen flóra fogadott minket, hirtelen tényleg az volt az érzésünk, hogy eltévedtünk egy dzsungelben. Erre az is rájátszik, hogy mindenhol furcsa állatok mászkálnak, hogy sok növény reagál a közelségünkre, például van, amelyik jellegzetes hangkíséretében gyorsan összehúzza magát, és hogy a háttérben megállás nélkül zajong a természet. A demóban csak elvétve láttuk az emberi beavatkozás nyomait, többnyire a zabolázatlan természetben mászkáltunk. Látványosak voltak a Kinglor Forest lebegő sziklái is, amikor pedig meg kellett őket mászni, hogy megszelídítsünk egy repülőhátásként szolgáló ikránt, bámulatos kilátást árult elénk. Amerre néztünk, még a messzeségben is egy szokatlanul részletgazdag erdőt lehetett látni. Az első küldetés során egy különleges nektárt kellett felkutatni, ennek során vált nyilvánvalóvá, hogy a messzív nem csak kirakatnak szánja a természetet. Számos állatot és növényt meg lehet vizsgálni a Navi érzékünkkel, amit pedig ezekről tudni érdemes, azt utána egy külön menüben lehet elolvasni. Mindez nem véletlen, a természetben összeszedett nyersanyagokból lehet lőszert, ételt és mindenféle felszereléseket készíteni. Erre szükség is lesz, mert itt tudjuk gyógyítani magunkat, visszatölteni az energiánkat és etetni az ikránunkat. A fejlesztők még egy mini játékot is kitaláltak a növények termésének a leszedéséhez, minél jobb szögben tépjük le őket, annál jobb lesz a minőségük. Kíváncsian várjuk, hogy a végjátékban mennyire kell majd odafigyelni a gyűjtögetésre, mert az a benyomásunk, hogy itt nagyobb hangsúly lesz ezeken a túlélős elemeken, mint a Ubisoft más játékaiban. Az is feltűnő volt, hogy a természeti elemek milyen nagy szerepet játszanak a közlekedésben. Ez igazán a második küldetés során jött elő, amikor az ikránok fészekrakó helyéül szolgáló sziklákra kellett felmászni. A különféle növények kötélként, katapultként, trambulinként és kapuként szolgáltak, utóbbiakat úgy kell elmozdítani, hogy megérintjük vagy meglőjük a hozzájuk csatlakozó kisebb hajtásokat. De a legnagyobb buli persze az ikrán megülése volt, melynek hátán nyaktörő zuhanó repüléseket is végezni lehet. Úgy láttuk, hogy más hajmeresztő mutatványokra is képes a szárnyasunk, akinek nevet is adhatunk, de ezeket az elemeket most nem volt időnk kipróbálni.
harmadik küldetés során jött elő a Frontiers of Pandora leginkább kérdéses része, a harcrendszer. Ennek során először az erdélyi harci repülői által védett lebegő platformokat kellett elpusztítani, mert megzavarták a közeli élővilágot. Miután a repülőket ledurrantottuk az égről, egy külön minijáték keretében gyorsan meghekkeltük, majd felrobbantottuk a platformokat, és már célba is vettünk egy olajkitermelő bázist, mely körül látványosan pusztult a környezet. Itt lopakodva mentünk neki a teljes őrségnek, amely viszont nem tanúsított komoly ellenállást. Egyrészt, mert nem csak a mezei katonákat, hanem még a robotpáncélba bújt ellenségeket is ki tudjuk iktatni egyetlen nyilvesszővel, az utóbbiaknak a hátán lévő gyenge pontot kellett eltalálni, ami nem annyira nehéz feladat. Másrészt, mert elég nehezen vették észre a hódi horgas kék navinkat. A bázison egy idő után riadót fújtak és erősítést hívtak, de ez egyáltalán nem gátolt minket a küldetés teljesítésében. Nem tudjuk, hogy milyen nehézségi szintre volt beállítva a demo, de rövid tapasztalataink alapján a Frontiers of Pandora nem ígérkezik komoly kihívásnak. A Navisense jelentős mértékben megkönnyíti a dolgunkat, mert messziről és a falakon át is megjelöli az ellenségeket, a hitbox meglehetősen nagy, és akárhol találtuk el a katonákat, belehaltak abba, az ellenségek pedig nem tűnnek valami okosnak, nem igazán tudtak mit kezdeni velünk azután sem, hogy nagy nehezen konstatálták, hogy támadás alatt állnak. Az pedig megmosolyogtató volt, amikor ikránunk hátán lebegve, egész pontosan 5 másodperc alatt kiiktattunk géppisztolyjal egy repülőgépet. Ennyi játékidő alapján nehéz megmondani, hogy milyen lesz az Avatar Frontiers of Pandora végső változata. Ahogy azt a Ubisofttól megszokhattuk, ez is egy hatalmas játék rengeteg tennivalóval, a legtöbb küldetésfajtát pedig még nem tudtuk megnézni, ahogy a skillfáról, a barkácsolásról, a főzésről és a bónuszokat biztosító ruhadarabokról sem tudunk még mélyrehatóan nyilatkozni. Nem mernénk jóslatokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz szórakoztató a játékmenet, azt viszont talán kijelenthetjük, hogy a James Cameron által megálmodott világ hangulatát sikerült megfognia a fejlesztőknek. Ha más miatt nem is, de legalább ebből kifolyólag reménykedve várhatják a rajongók a december 2-ai megjelenést. Nektek hogy tetszik ezek alapján az Avatar Frontiers of Pandora? Beneveztek majd rá? Írjátok meg kommentben! Legközelebb újra találkozunk, sziasztok!